A díjazott énekben könnyebben megfogalmazná a gondolatait, hogy mit érzett a díj átvételekor. Azért szavakban is megpróbáltuk. 2002-ben került Karcagra, a 21 év egy nyerőszám számára. Nyerőszám, mindenhogyan nyerőszám, és úgy gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Én nem tudtam, hogy ide fogok kerülni, és hát talán a Jóisten keze, mert nekem az egész utamat a Jóisten. Úgy gondolom, hogy ő segíti, és ő irányítja. És aminek meg kell történni, az megtörténik. Ami nem történik meg, az meg jobb, ha nem történik meg, vagy nem megy tovább az életemben. Úgyhogy rám vigyáz a Jóisten, és hát 2002 óta lehetek itt Karcagon. Sípos Antal igazgató úr volt az, aki bizalmat szavazott nekem, és indíthattam 10 év után a magánének tanszakot. Hát nagy felelősség volt, nem is tudom, hogy érett voltam erre akkor, de a lendület az nagy volt, és azt szerettem volna, hogy a tudásomat, amit tudok, a lehető legjobban átadhassam a gyerekeimnek, vagyis hát a tanszakomnak, de hát a tanszakom a gyerekeim, mert hát... Ők a pótgyerekek. Pótgyerekek, és hát nagyon szeretem őket, tehát szerintem a legfontosabb része a szakmai, minőségi munka elvégzése és színpadra állítása mellett az, hogy egy jó csapatom legyen, jó csapat legyünk, szeressük egymást, tiszteljük egymást, és hogy emberek legyünk, és segítsük egymást. A színház néha még hiányzik a tanárnő életéből, de a szép emlékei örökre megmaradnak. A Csokonai Színháznak a magánénekese voltam operaénekesként, és hát nagyon szerencsés ember vagyok ott is, mert hát igazából nem tudtam, hogy nekem felvételizni, vagyis hát meg előéneklésre fogok menni. Még aznap, és 11 órakor kiderült, hogy van egy ilyen, és mondta a tanárom, hogy maga miért nincs ott? És hát mert nem tudok róla, na akkor kapja össze magát, és gyorsan mit énekeljünk? Hát amit a mahos tanárnővel operet hatnénk, valamit szoktunk, valahol Hajdúszoboszlón, és akkor volt lehetőségem előénekelni. Akkor én nagyon gyerek voltam, mint ez néha most is látszik, és hát kikövetkezik, és akkor nem hallottam rendesen a színpad mögül, és így kinéztem, hogy tessék! Mondta, hogy na ez a lány kell nekem, és Papagéna szerepét így kaptam meg. Úgyhogy nem biztos, hogy mindig az a jó, ezt mondom a tanítványaimnak is, ha tökéletesek vagyunk, hanem adjuk magunkat, amilyenek vagyunk, és az úgy pont, ahogy a Jóisten megteremtette az embert, az úgy pont tökéletes. Férje nem csak a társa, hanem énekpartnere is, ami szintén nem a véletlennek köszönhető. Szerintem mindent a Jóisten segít, és mindent ő támogat. Nem gondoltam volna én, hogy ő lesz a férjem. A Jóisten így alakította, és ezért én nagyon hálás vagyok, mint ahogy a gyermekemért is. Ő is úgy volt, hogy nem lehet, és aztán oda tette a csodát nekem a Jóisten a pocakba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy élhetek. Hogy a munkámat végezhetem, és hogy ilyen emberekkel vagyok körülvéve. Szülők, gyerekek, támogatás, vezetők támogatása, iskolák támogatása, mert az összes ötlet vagy gondolat, amit a Jóisten ad megint csak velém, azt ha nem lenne partner a városban lévő vezetőség, vagy iskolák, vagy gyerekek, szülők, mindenki, aki 2002 óta körülvesz engem, akkor az nem lenne. És természetesen én nagyon sokat köszönhetek, és úgy gondolom, hogy minden gyermek, amilyen tőről fakad a szüleimnek, és a mai napig támogatnak, volt olyan zenemanús koncert, hogy az ugye egy héten keresztül 9 óvodában minimum koncert, és ez 5 nap alatt, és hát beteg lett a kislányom pont akkor, és Vas megyéből ide jöttek nekem segíteni. Úgyhogy mindig vigyázz ránk a Jóisten, és én nagyon boldog vagyok, hogy hát kimondhatom szerintem, hogy szeret engem. A karcagiak szeretete mellett a testvéri szeretet is fontos házi Sárai Mária számára. Nekem van egy ikertestvérem, ha erre gondolsz, és hát ő a normálisabb kiadás, mert hogy ő tanítónő lett, tyúkanyó típus, én is normális vagyok, vagyis azt mondta az előbb az egyik kollega, hogy az őrültet és a zsenit egy hajszál választja el, én ezt azért így nem gondolom, de az biztos, hogy eléggé nagy amplitúdókkal élek, és tanítok, de nagyon szeretem a tanítványaimat, még ha néha szigorú is vagyok velük, szeretném, ha azon az úton lennének, ami úgy gondolom, hogy a helyes, és ha megtalálnák magukat a zene a művészetek által, mert a zene, a művészetek szerintem a Jóisten ajándéka, és nagyon sokat segít abban, hogy a saját magunk lelkét meg tudjuk élni, és magunkra rátaláljunk,
És visszatérve a testvéremre, szóval nagyon szeretem, nagyon messze vannak, de nagyon szeretem őket, ő az ikertestvérem, és van egy 15 évvel fiatalabb húgom, aki megint csak egy fantasztikus ember, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy vannak, és hogy születhettek mellém. A 2023-as év már most nyerő a díjazott számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltak, mert én amikor most itt jöttem ki átvenni a díjat, még akkor is gondolkoztam, hogy biztos, hogy én jövök ide ki, és biztos, hogy én kaptam ezt a bizalmat, ezt a szeretetet, ezt az elismerést, mert ez azért igen nagy dolog, és mindenkinek nagyon gratulálok, akinek megszavazták, és hát köszönöm szépen a bizalmat, és legjobb tudásomhoz mérten, és erőmhöz mérten biztos, hogy továbbra is. Hogyha a jó Isten is ezt az utat szánja, akkor én továbbra is folytatom ezt a munkát itt a városban nagy szeretettel és a legjobb tudásom szerint.